A Tolna megyei önkormányzat Balassa János kórháza október 18-án szombaton tartotta hagyományos Balassa napi ünnepét. E jeles nap tisztelet az intézmény névadója, a nemzetközi hírű sebész professzor Balassa János előtt, ugyanakkor méltó alkalom arra, hogy elismerjék a hosszú ideje kiváló munkát végző dolgozókat. Elmondható, hogy egy megye életében nagyon fontos intézmény a kórház. Ugye az egészségügy jelenlegi helyzetét ismerve talán mondhatnánk azt is, hogy egy nagyon nehéz funkciójú intézmény. Milyen szavakat hozott erre a csodálatos ünnepségre? Hát természetesen köszöntő szavakat, hiszen a Balassa nap az a 202 éve fennálló és működő Balassa János Kórház ünnepét jelenti. Az itt dolgozó orvosokét, szakemberekét és mindenkiét, aki hozzájárul ahhoz, hogy a betegellátás magasabb színvonalon történjen. Köszönetet is mondott egyben ezen alkalommal. Természetesen, hiszen az itt dolgozó ápolók, szakszemélyzet és orvosok köszönetet érdemelnek, hiszen időnként elég nehéz körülmények között, de becsülettel, tisztességgel végzik a gyógyító munkát. El lehet azt mondani, hogy Tolna megye, a megyei önkormányzat nyugodt lehet egészségügyi intézménye a kórház sorsa felől? Hát én remélem, hogy ezzel egyetérthetünk. Természetesen a műtőblokk üzembe helyezése kapcsán vannak problémáink, amelyek most már csak nem 10 éve húzódnak, de reménykedjünk abban, hogy együtt az orvosi és szakmai gárdával ezt meg fogjuk tudni oldani, ezt a problémát. Ön kollégaként köszöntötte az itt megjelenteket, és azt mondta, hogy szívesen jött nosztalgiázni, jött erre az ünnepre. Igen, mert én annak idején 1981-től, ha most jól számolom, 94-ig dolgoztam itt orvosként Tolna megyébe. Igaz, hogy nem a kórházba, vagy csak rövid ideig a kórház alkalmazottjaként, addig, amikor már körzeti orvosok ide tartoztak. Először dolgoztam Ponyhádon, aztán Bátaszéken, aztán utána Szekszárdon, és hát innen mentem Pestre, tehát ide egy kicsit azért hazajön az ember, és hát ismeretei is azért bőségesebbek, meg többek, mint amik más kórházból kollégákat, orvos kollégákat, és még szinte mindenkit ismer az ember a jelenlévők közül. Meg hát időnként van is nosztalgiája az embernek, hogy gyógyító munkát ott hagyva, időnként azon gondolkodik, hogy lehet, hogy az a sikeresebb, vagy ott legalább naponta mérhető az eredmény is. Másik területeken nehezebb mérni az eredményeket, az az érzés az embernek. Nehéz terület ez mostanság. Mit lehet ilyenkor ünnepi alkalommal mondani, amikor tudjuk, hogy a háttérben mi zajlik? Hát ez azért érdekes, mert ugye ünnepi alkalom, akkor az ember ilyenkor ugye ezt a mondást mondja, hogy hát ez mindig úgy tűnik, hogy ilyen nehéz terület volt. Szóval, ha csak a Szekszárdi Kórháznak a 202 éves történetét nézzük végig, akkor az arról szól, az 202 év arról, hogy finanszírozási problémák vannak, hogy forráshiány van, hogy menni kell a pénzért, most nem viccelődés kedvéért, tehát ugye, hogy az apácák szüretkor gyűjtenek a kórház javára, mert mindig éppen olyan helyzet van, hogy vagy kevés az ágy, több kellene, fejlesztés kellene, bővíteni kellene, ez az új feladat van, vagy a források apadtak el, vagy a gazdasági válság emésztette el a korábban nagyon jó állapot forrásait, és valahogy azt is mutatja ez a történelem, hogy ebből a ilyen mélyebb pontokból mindig kilendült valamilyen módon az intézmény. Jött egy bőségesebb időszak, egy fejlesztési korszak, új épületek valósultak meg, és ami számomra igazából megmosolyogtatóan meglepő, hogy úgy tűnik egy ilyen intézmény története alapján, hogy még igazából ugye a nagy összefüggések sem mindig állnak meg. Tehát itt a legnagyobb fejlesztések abban az időszakban történtek, amit mi már úgy ismerünk, hogy a nagy gazdasági világválság. Itt még nem gyűrűzött be vidékre, úgy látszik akkor, és még befejezték akkor 1929-ben azokat az épületeket, és most is van a kórházban egy ilyen megoldatlan és ilyen válságot okozó probléma. Ez a 95-ben elkezdett, és 97-ben állítólag átadásra szánt, vagy átadásra váró műtőblokk épület, amiről tudjuk, hogy üres, tudjuk, hogy a
az egész kivitelezéssel kapcsolatos jogi problémák még nem oldottak meg, és hát előbb-utóbb biztos, hogy ez is meg fog oldódni, csak addig az itt dolgozóknak nehéz, mert hát a munkájukat ugyanolyan színvonalon kell végezni, mint hogyha egy nagyon modern felszerelt körülmények között dolgoznának műtétes szakmákban, közben egy évtizede már nagyobb forrásokat nyilván nem ölt bele a kórháza ma megélő több műtőjének a korszerűsítésébe, felműszerezésébe, mert hát arra készültek, hogy majd a központi műtőblokk. De ez az egész időszak, és az itt kitüntetettek, és az az elismerő szöveg, amit főigazgató úr elmondott a kitüntetetteknek, az úgy gondolom, hogy példa. Szóval aki már 37 évet itt húzott le ebbe a kórházban, nem ez az első nehéz időszak, és még attól tartok, hogyha hosszú életű lesz, nem is az utolsó nehéz időszak, mert valamilyen ciklikusság ebben van. A lényeg az, hogy ez az intézmény Tolna megyében és Szekszárd városába 203 éve ellátja azt a feladatot, amire létrehozták. Főigazgató úr, mondhatni egy Balassa napi ünnepség most már hagyományosan egyben egy év értékelése, és az idén milyen gondolatokkal érkezett? Hát én azt gondolom, hogy az elmúlt évben eredménynek tekinthetjük azt, hogy a fizetőképességünket megőriztük, és azon kívül még tudtunk fordítani a orvosi gépműszerre körülbelül 200 millióval nagyobb értékű eszközparkkal dolgozhatunk, mint elmúlt évben ilyenkor. Azon kívül az épület gépészeti tekintetben is körülbelül 150 milliót tudtunk fejlesztésre fordítani. Azt hiszem, ezt bármely kórházba büszkén mondhatnák. Ma, amikor a kórházaknak a jó része napi fizetési gondokkal küzd. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kell tovább törekednünk arra, mert hogy jobb eredményt érjünk el, mert azt gondoljuk, hogy vannak még tartalékaink, és tudunk javítani. Valamennyit a gazdaságosságon is, meg biztos, hogy ott is vannak tartalékaink, ahol az orvos és a beteg személyesen találkoznak. Ilyenkor azt hiszem, egy ünnep alkalmából mindig lehet találni apropókat is. Mit lehet mondani ezen ünnepen, mi volt az aktualitás, mi volt az, ami esetleg még fényesebbé tette ezt a napot? Hát, hogyha tetszett figyelni az ünnepi műsor alatt elhangzott verseket és zeneszámokat, és az én beszédemet is, akkor valahogy azt szerettük volna sugallni, hogy a nehézségek ellenére is töretlenül haladunk előre, és ezt szeretnénk átplántálni a munkatársainkba is, hogy tudjuk, hogy vannak nehézségeink, de mindannyian valamikor eldöntöttük azt, hogy itt maradunk ebben a hazába, nem mentünk valahova külföldre dolgozni, biztos, hogy jobb technikai és anyagi feltételek mellett lehetett volna, de itt maradtunk ebbe a hazámba, ebbe az egészségügybe, ebbe a városba, ebbe a kórházba, akkor igyekezzünk megtenni itt mindent a betegeink érdekében, mert azt hiszem, hogy valamennyien, akik az egészségügybe mentünk dolgozni, azzal az elhatározással mentünk, hogy a betegekért teszünk meg mindent. A jövő nagy feladata? Hát most mire tetszik gondolni, hogyha arra gondolunk, hogy gazdasági szempontból mi az a továbbra is a fizetésképesség megtartása, az eredményesség javítása, beruházásokat tekintve valahogy a műtőblokk befejezése, erre sajnos nekünk nem sok ráhatásunk van, és ahogy mondtam, hogy nagy feladatunknak érezzük, hogy a beteg, ami a betegágy mellett történik, az orvos-beteg kapcsolatban is szeretnénk javulást elérni.
A 2003-as év Balassa napi ünnepén az egészségügyi miniszter által adományozott Pro Sanitate kitüntetést 65 évesen, több mint 40 évi tapasztalattal elkötelezett megbízható diagnosztikusként a patológiai osztály vezetője, dr. Horgász János főorvos vehette át. A minisztérium egyik legnagyobb elismerése ez. Milyen érzés megkapni? Nagyon megható volt, és én nem számítottam rá, és hát tényleg nem tudtam szóhoz jutni. Az ember ilyenkor elgondolkodik, vajon miért én? Ön erre a kérdésre hogyan válaszol? Hát gondolom ez a 41 év munka, amit én a patológiában, a Szekszárdi kórházban eltöltöttem, ez került itt elismerésre, itt sok jót, rosszat megértem, sikereket, kudarcokat, és hát gondolom ezt ismerték el ezzel a díjjal. Mit lehet kiemelni ennyi hosszú évből? Mi volt az, ami esetleg a nehéz helyzetekben erőt adott? Mi volt az, ami a legszebb emlék? Hát én ezt a szakmát nagyon megszerettem. Szóval én ezt mindig úgy szívvel, lélekkel végeztem ezt a munkát, amit itt a patológiai területén kell végezni. És hát sokszor voltam nehéz helyzetben, amikor hát egyedül voltam kénytelen, mert a patológia sajnos olyan szomorú helyzetben van, hogy elnéptelenedünk, elfogynak a kollégáink, és hát egyre kevesebben végezzük ezt a munkát. A jövőre nézve erőt adhat ez az elismerés? Hát nekem igen, de sajnos hát az idő megy fölöttem, úgyhogy nem tudom, hogy meddig tudom ezt a szakmát még tovább művelni. Kívánjuk, hogy nagyon sokáig! Köszönöm szépen! Miniszteri dicséretet kapott Ciráki Jánosné, a központi gyógyszertár asszisztense, Mátyás István, a műszaki üzemeltetési osztály vízvezeték szerelője, Mikóciné, Parócai Jolán, a palánki szocioterápiás és rehabilitációs osztály osztályvezető ápolója, valamint Németh Istvánné, a dokumentációs osztály osztályvezetője. Az egészségügyhöz nem csak mindig a pénz kell, bizony vannak olyan technikai feltételek, amik nélkül nem működhet. Azt hiszem, hogy ön rég elkötelezte magát ezen területeknek. Hogyan emlékszik? Próbáltuk. Hát 73 április első volt a dolgozó egészségügyben, és próbáltunk ugye a kollégákkal együtt hozzáállni, hogy tudtunk segíteni a beteg ellátásában. Mit jelent pont az ön munkája? Mit akar? Én vizekszerelő vagyok, és rengeteg csőrepedés, mindenféle cső, szerelések, minden. Mit mondana ebben a sok-sok hosszú évben, mi volt az, ami kitartást, erőt adott? Hát szerintem a kollégák, a főnökség, meg beleszoktunk az egészségügybe. Aki fél az egészségügytől, annak mit mondana? Hát nem tudok mit mondani rá. Nem tudom, nem tudod félni. Kihívás? Hát igen. Kell segíteni embereket. Az egészségügyön belül is egy speciális terület az ön területe. Ezen a területen azt hiszem, hogy nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy fiatalon volt az elismertek sorában. Milyen érzés, és minek tulajdonítja ezt? Hát nagy örömömre szolgált, hogy megkaptam ezt a kitüntetést, és köszönöm ezt a munkatársaimnak és a főorvosomnak, aki ezt javasolta. Hát úgy gondolom, hogy megpróbálták elismerni azt, hogy mi ezen a területen az alkohol elvonásban és az elmebetegeknek a rehabilitációjában végezzük ezt a munkát, ami úgy gondolom, hogy nagyon nehéz. És teljesen különbözik a úgymond normál betegápolástól, tehát teljesen más készségeket, más tulajdonságokat kíván az ott dolgozóktól. Azt hiszem, hogy ezen a területen az ember nagyon sokszor sok gonddal, problémával, és hát nem sok vidám dologa találkozik. Ezt hogy lehet feldolgozni a mindennapokban? Hát persze megvannak a nehézségei ennek a szakmának, de úgy gondolom, hogy olyan hozzáállás szükséges ehhez, hogy megtaláljuk a szépségét ennek a dolognak. Tehát annak, amikor egy alkoholbeteg megpróbál változtatni azon az életvitelen, amit addig elkövetett, vagy az az elmebeteg, aki valamilyen módon visszaáll a társadalomba, tehát vagy munkát talál, vagy pedig képes abba a környezetbe visszatalálni, ahonnan bekerült az osztályra, akkor ez nagy örömet jelent számunkra. Kiemelték itt a gyakorlati területen végzett utánpótlásért tett munkát is. Ez miért fontos? Én nagyon fontosnak érzem, mert úgy gondolom, hogy a palánki osztálynak nagyon rossz híre van a városban, és úgy gondolom, hogy ez indokolatlan. Mert hogy az ott dolgozó kollégák szívvel, lélekkel és teljes szakmai tudásukkal csinálják azt, amit csinálnak, és talán az emberek fejében még nem tiszta ez a dolog, hogy mi az, amit mi ott
csinálunk, úgyhogy azt javaslom annak, akinek rossz a véleménye, jöjjön el és személyesen győződjön meg arról, hogy mit csinálunk mi ott. Minden nagy gépezet mögött megvannak azok a területek, amik lehet, hogy kissé háttérbe szorulnak, de enélkül nem működhetne. Az ön területe is ilyen, a dokumentációs osztály mit takar? Hát a dokumentációs osztály tulajdonképpen ez egy kicsit egy olyan fura elnevezés nálunk, mert ugye ebből a dokumentációs szóból az ember arra következtet elsősorban, hogy itt csak ilyen orvosi dokumentációval, tehát beteg dokumentációval is minden olyan papírral foglalkozunk, ami a gyógyítás, tehát adminisztratív dolgait rögzíti. Hát tulajdonképpen itt a dokumentációs osztály a finanszírozásnak, tehát a kórházi járó és fekvőbeteg finanszírozásnak egy olyan részlege, ahol ugyan hozzánk érkezik be mindenfajta olyan, tehát fekvőbetegeknek a korlap dokumentációja, ami ugye tulajdonképpen annak a rögzítése, annak az ellenőrzése, és tulajdonképpen itt lesz ez forintba, tehát öntve, tehát HBC-be, meg ilyenekbe, és ugyanígy a járó beteg, tehát pontokba. És a kórház, tehát mi adjuk le azokat a flopikat, azokat az adatokat, ami alapján, tehát az egész országos egészségügyi pénztár, tehát finanszírozza a kórházat, és ebből élünk tulajdonképpen, amit mi ott leadunk, és amit a kórház, tehát a gyógyító osztályai megtermelnek. Érdekes terület, mikor kötelezte el magát? Hát az az igazság, hogy én nagyon már 36 éve lesz volt az idén, hogy én a kórházhoz kerültem, tehát információs, tehát számítástechnikai osztályon kezdtem. Egy kicsit úgy félrevitt ez a pálya, mert mindig úgy vonzott az egészségügy, de sose gondoltam volna, hogy azért egy kicsit idézőjelben mondva ilyen száraz területre kerülök. És hát itt volt egy olyan 67 óta egy olyan 84-85-ben egy 15 hónapos ilyen, amit nem az egészségügyben töltöttem, de ugyancsak számítógép mellett a szűvnél, de 15 hónap után tehát visszahúzott a szívem, aminek most már majdnem megint 16 éve, hogy ott dolgozom. És hát tulajdonképpen, mivel ilyen számítástechnikusként, folyamatszervezőként, tehát indultam, és mivel itt erre az osztályra kerültem vissza, így amikor 96-ban az elődöm, tehát nyugdíjba ment, akkor engem kértek föl, amit egy kicsit úgy óckodva fogadtam el, de hát végül is, mivel ilyen sok időt töltöttem itt, tehát elfogadtam, és én azt hiszem, hogy ezt a kitüntetést egy kicsit köszönhetem a mögöttem lévő gárdának is. Nem sokan vagyunk, tehát három csoportban egy 16 fős osztály, tehát három csoportból állunk, egy betegfelvételi csoportból, egy mikrofilmes csoportból, tehát akik archiválják az általunk már nem használt dokumentációkat, és tehát a betegadminisztrációs csoportból. És én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen nagyon jó gárdával dolgozom együtt, tehát két férfi kivételével, tehát mind nők vagyunk, egy informatikus fiúval és egy tulajdonképpen a mikrofilmben dolgozó férfivel, tehát vagyunk így 16-an. Jól érzik magukat? Hát különben jól érezzük magunkat, csak az egyedüli, mivel helyileg három különböző helyen vagyunk a kórházba, így pont a mai nap volt egy olyan alkalom, hogy egy ilyen kis ünnepi osztályértekezlet keretében összejöjjünk, mert különben a telefon az, ami összeköt bennünket, tehát így munka szempontjából. Az egészségügyi intézmény fennállásának 200. évfordulójára alapított Balassa díjban részesült dr. Schmaucer József, az urológiai osztály főorvosa, Mészáros Lajosné, az ideggyógyászat osztályvezető ápolóhelyettese, és Prücsök Pálné, a finanszírozási és számviteli osztály könyvelője. Egy kitüntetés mindig jelentős állomás az ember életében. Ilyenkor milyen érzések kavarognak például most önben? Jó érzés kitüntetést kapni, de számomra, mint orvosnak, a legjobb kitüntetés az, amikor a beteget sikeresen meggyógyítom, és elégedetten otthonába távozik. Biztos vagyok benne, hogy ilyenkor az ember mérleget von, megnézi, hogy mi volt az, ami a sikert hozta. Biztos vagyok benne, hogy talál olyat is, amin változtatni, javítani szeretne. Von-e ilyen mérleget? Igen. Azt hiszem, ennyi idő távlatából, mint az én pályámon is, több mint 30 éve dolgozom, és nehéz éjszakák, álmatlan éjszakák,
a beteg sorsát, problémáját. Volt dolog, hogy vagy idő, hogy hazavittem, eszembe jutott, ezzel keltem, ébredtem. Az, hogy mit változtatnék, ugyanezt csinálnám tovább is. Mit mond egy orvos, aki 30 évet töltött a pályán azoknak, akik most, hát ugye nehéz helyzetben vannak, fiatalok, esetleg úgy érzik, hogy kilátástalan az, ami éppen most rájuk vár a jövőben? Kövessék az én példámat, legyenek bátrak, leleményesek, kezdeményezők és kitartóak. Az egyik elismerés az az összetartó elő volt, amit önnek tulajdonítottak. Mit adott ez a pályán? Hát nagyon sok munkatársam volt, nagyon sok nővérrel dolgoztam 38 éven keresztül, tehát tulajdonképpen részt vettem az ők betanításukban, gyakorlat megszerzésükben is bőven volt időm arra, hogy egy összetartó kapocs legyek a fiatalok között is, most már mondhatom azt. Valljuk be őszintén, a fiataloknak manapság elkél a bátorítás, főleg, hogyha az egészségügyben dolgozó nővérekre gondolunk. Mit tehet ilyenkor ön, a tapasztalt, az idősebb, mivel bátoríthat? Hát kitartásra ösztönözni őket, mindenképpen nagyon nagyok az elvárások, a lehetőségek egyre szűkebbek. Ha gondolunk a betegellátásra, közismert az egészségügy szegénysége, és mindezek mellett a betegeket el kell látnunk, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk is eleget tenni, de nagyon nehéz a mai kihívásoknak megfelelni. Ha jól tudom, akkor az ön nevéhez egy klub is fűződik. Ez mit adott? Igen, hát most már tulajdonképpen átvették a betegek ennek a klubnak a működtetését, de részt veszek benne. Ez egy bizonyos betegségcsoport, a szklerózis multiplexes betegek összefogása, bizonyos időközönként klubfoglalkozás tartunk nekik, ott megbeszélik problémáikat, kialakul közöttük egy szorosabb kapcsolat, viszony, meg tudják egymással beszélni közös gondjaikat, problémáikat, meg hát, ha nem csak erről van szó, akkor meg egyéb más dolgokról, éppen azért elterelve figyelmet a betegségről, különböző programokat szervezünk, kirándulásokat, aztán egyéb kulturális programokon veszünk részt, hogy egy kicsit felettessük velük a betegséget. Az összefogás az ön életében fontos momentum. Igen, igen, azt hiszem, hogy nagyon fontos. Most már lassan leteszem a stafétát, ha egészségem engedi, persze még tovább is szeretnék dolgozni a nyugdíjkorhatár után, de mindenképpen szeretném az utódokat, a nővér utánpótlást úgy magam mögött tudni, hogy ők is meg fognak felelni az elvárásoknak. Az ünnepség keretében dr. Muth Lajos főigazgató köszöntötte a Balassa János Kórház újonnan kinevezett főorvosait, adjunktusait, rezidens orvosait. A Balassa napot, a hagyományos társasági esemény az orvosbál zárta.